Több mint 15 éve tradíció a tolnai német nemzetiségi baráti körnél, hogy nyár végén összegyűlnek, és a klubtagok, illetve a kórustagok közösen ünnepelnek. Ennek az eseménynek ezúttal Dombori adott helyszínt, ahol az egyesület tagjai együtt énekeltek, főztek és jól érezték magukat. 2000-ben alakult a kör, én 2 éve vettem át, elég sok elnökváltozás volt, és akkor hát végül átvettem 2 éve, és azóta én próbálom azt a sok-sok szépet folytatni, amit elkezdtek az elődjeim. 2017-ben lettem tag, és akkor először csak kórustag voltam, mert kórus volt csak, és utána pedig vezetőségi tag, és akkor én lettem az elnök, és én próbálom vezetni a csoportot. A csoport célja elsősorban német hagyományok megőrzése és átadása. Ez lenne a feladatunk, hogy minél többen megismerjék azt a sok szép dalt, amit az elődjeink ránk hagytak. Hetente egyszer van próbánk, a tolnai önkormányzat biztosítja a civilházba a helyet, a lehetőséget, hogy ott gyakoroljunk egy alkalommal. Új dalokat tanulunk, és a régieket meg állandóan felszínen tartjuk a fellépések miatt. Végezetül ez egy baráti kör, ami azt jelenti, hogy minden hónap első hétfőjén van, vagy szerdáján van klub, amikor köszöntjük azokat a névnaposokat, akiknek a közeljövőben volt a névnapjuk, vagy lesz, vagy volt, és a többi szerdákon pedig próbák vannak. Tehát van egy ünnepi asztalos klub, és van egy gyakorlós klubunk. Auch ich bleib so gerne und muss nun leider gehen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, dass er dürfen mich verdient. A programra vendégek is érkeztek, mégpedig Hosszúhetényből és Felsőnánáról. Két csoport van, akivel szoros kapcsolatunk van, az egyik a felsőnánai német nemzetiségi csoport, a másik pedig a hosszúhetényi, akikkel már az elődeink már az 1993-tól már kapcsolatot tartottak velük, és ezt szeretnénk tovább fenntartani, építeni és még szorosabbá tenni. Össze szeretnénk elmenni Villányba, ott van egy ilyen sváb találkozó, és karácsony szeretnénk megünnepelni az iskolásokkal közösen, mivel már 2 éve ez elmaradt, tehát nem fogadhattuk az iskolásokat, mert zárlat volt, úgyhogy hát ez lenne a tervünk az idei. Hát jövőre minden évben januárban számba vesszük a lehetőségeket, és akkor csinálunk egy programot. Nem nagy csoport vagyunk, 20-an vagyunk, de ez egy nagyon szoros kör, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon együtt gondolkodunk. Az iskolában van külön ilyen szakkörszerű német csoport a Bosinski iskolában, és azokkal van szoros kapcsolatunk. Anyák napján, karácsonykor jönnek és köszöntik a tagjainkat, és viszont karácsonykor mi vendégeljük meg őket, és úgy gondolom, hogy majd abból lesz a jövő csoportja, a német csoport. Heimat, oh heimat.